Városunk lakóit arról kérdeztük, hogyan fogadták az elkészült új piacteret, mit szólnak a kialakított árusító helyekhez, és milyen előnyökkel szolgál mind a vásárlók, mind pedig a vevők számára. Hogyan tetszik önnek a nemrégiben átadott új fedett piactér? Tetszik, és úgy látom, hogy mintha tágasabb lenne egy kicsit. A tere viszont lehet kevesebb lett, de reméljük, hogy a vásárlók meg a vevők, vagyis már igen, a vásárlók is, a vevők és az eladók is elégedettek lesznek vele. Miben más, miért lesz jobb akár majd a közelgő nyári nagymelegben? Hát azért lesz másabb, mert fedett, és a fényt, a meleget fönntartja, és az esőt nem véletlenül az esőt. Nem fáznak az emberek télen annyira, gondolom én, meg nyáron a naptól védettek vagyunk. Elkészült az új piactér. Miért jó ez? Miért előnyös az árusok és a vásárlók számára? Átláthatóbb sokkal a piac, le van térkövezve, tető van a fejünk felett, nem ázunk, nem fázunk. Az elosztása az végül is nagyon jó lett így, hogy ilyen hosszára kerültünk, aztán lett itt három sor, elférünk rajta bőven szerintem. Elkészült az új fedett piactér, mit tetszik ehhez szólni? Nagyon örültünk neki, azért más, kulturálisabb, meg szóval azért mégis más a körülmény. Nem esik az eső a nyakunkba, és hát meggondolom, majd nyáron még nagyobb választék lesz, úgyhogy örültünk neki mindenki, szerintem. Ezen kívül tetszett említeni, hogy le van fedve, ugye térkőzve másabb, és hogy a nyár majd biztos több embert hoz, akár nem csak Karcagról, hanem több településről is látogathatnak. Vidékről is járnak árusítani is, meg hát a vásárlók is, környező helyekről, igen.